boom gyerekkerékpárosoknak az a legnagyobb bajuk, hogy túlságosan magasra helyezik azt a bizonyos lécet. A legtöbb előnye olyan, amit megtalálhatsz egyébként más kerékpárokban is, viszont így egyben az azért nagyon ritka. Ilyen például a kifejezetten gyerekkezekhez méretezett fékkar, és ráadásul külön színnel jelölik az első féket, hogy a gyerekek könnyebben meg tudják különböztetni, hogy melyik a jobb meg a bal. Nagyon jó dolog az, amikor a gyerekek rájönnek, hogy a kormánnyal lehet kormányozni, amikor viszont túlzásba viszik a kormány ide-oda rángatását, akkor könnyen borulás lesz a vége. Ennek megelőzésére szolgál a kormány kifordulás gátló itt a kormány alatt. A fékek bitangerősek, az alkatrészek nagyon jó minőségűek, és ráadásul úgy vannak kialakítva, hogy a véletlen baleseteket elkerüljük. Az előbb nem mondtam teljesen igazat, amikor azt mondtam, hogy a boom kerékpárokban nincsen semmi különleges, ugyanis ez a piros bicikli itt mögöttem kategóriájában a világ legkönnyebb kerékpárja. 5,3 kg. Ami azért is jó, mert a gyereket is könnyebben fel tudja emelni. Könnyű? Igen. És a vége úgy is az lesz, hogy te fogod cipelni a biciklit, amikor a gyereked megunja, úgyhogy ez szerintem a szülőnek a legjobb hír.